A személyi jövedelemadó 2016-ban tovább fog csökkenni, 16%-ról 15%-ra. Ugye mondhatjuk azt, hogy ez az 1%-os csökkenés nem túl sok, viszont ha azt mondom, hogy ezzel 3600 milliárd forinttal maradt több az embereknél, körülbelül 4 millió embert érint ez az országban, akkor azért ez már jelentős szám. És még ennél is jelentősebb pozitív változás lesz, hogy 2016-tól tovább nő a kétgyermekes családok adókedvezménye is. Ugye ez most 10.000 forint, és 2019-ig fokozatosan 20.000 forintot fog kitenni ez az adókedvezmény. Szintén a múlt hét híre ezekkel az adó és hát az áfa is, ugye ez egy adó nem, csökkentésekkel kapcsolatban, amit már nagyon régóta vártunk, és nagyon sokan kérték ezt, hogy a bizonyos élelmiszerek áfája csökkenjen. Az első lépés 2016. januárban meg fog történni. 5%-os áfa kulcs lesz érvényben a sertés tőkehúsnál. Külön öröm a fogyasztóknak, a vásárlóknak, hogy ez a sertéshús feldolgozott formáira is érvényes, tehát hogyha bemegyünk a boltba, akkor bármilyen sertéshús leszünk, érezni kell ezt az áfa csökkentést. Márpedig valószínűleg érezni is fogjuk, mert ugyan sokan megfogalmaztak különböző félelmeket ezzel kapcsolatban, hogy majd a kereskedők nem érvényesítik ezt az áfa csökkentést, de bízhatunk benne, hogy ez nem így fog történni, hiszen a versenyhelyzet az azért arra utal és arra nyomja a kereskedőket is, hogy bizony érvényesítsék ezt az áfa csökkentést. És amiért talán itt nekünk Sümegen külön is fontosak ezek a pozitív változások, tehát az adó csökkentések, az az, hogy Sümeg egy hátrányos helyzetű kistérség sajnos, és minket a nehézségek és ezek a pozitív változások is mindig, mondhatom úgy, hogy duplán érintenek. Tehát nekünk minden olyan intézkedés létfontosságú itt Sümegen, ami a lakosság jövedelmi pozícióját javítja, mert több pénz marad az embereknél, nő a mozgástér, nő a vásárlóerő, és így természetesen ennek pozitív hatása van a sümegi kereskedőkre, vendéglátóhelyekre, üzletekre, a vállalkozókra. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy Sümeg szempontjából kifejezetten fontosak, talán még fontosabbak, mint az ország más részei egy átlagos magyar település szempontjából ezek az intézkedések. És hogy egy kicsit a számok mögé nézzünk, ugye az előbb elsoroltam tulajdonképpen ezeket a csökkentéseket, tehát a 16-ról 15-re, illetve a családi adókedvezmény és az áfa, a sertéshús áfája, de hogy ez így számukra lebontva egy kicsit barátságosabban, érthetőbben talán, mit is jelent? Az SZJA kulcs mérséklődésével és a gyermekek utáni adókedvezmény növekedésének köszönhetően egy két átlag keresővel rendelkező gyermektelen családnál havi 4700, éves szinten pedig ugye ennek megfelelően 56.000 forinttal maradt több. Ha egy olyan családot nézünk, ahol két minimálbéres kereső van, és két gyermeket nevelnek, ez havi 7100 forintot jelent, ami ugye könnyen kiszámolható, hogy nagyjából 85.000 éves szinten, tehát 85.000 forinttal több marad egy ilyen családnál egy évben. Egy két átlagkeresős, két gyermekes családnál havonta 9-9500 forinttal marad több jövedelem, ugye ez is kiszámolható könnyen, hogy ez nagyjából olyan éves szinten 100.000 vagy több mint 100.000 forint. A sertéshús áfa csökkentése, ez az első lépés. Ugye sokan kifogásolták, hogy miért csak a sertéshús áfája csökken. A baromfi tenyésztők is egyből bejelentették természetesen azt a igényüket, kívánságukat,
hogy a baromfi hús tekintetében is meg kéne ezt lépni. Nyilván a kormány ezt tervezi is, és a kormány ezt meg is fogja tenni, de fokozatosság elvét azért be kell tartani, hiszen egy ország költségvetéséről van szó, már pedig az ország költségvetésének egyensúlyban kell maradni. A sertéshús áfájának 5%-ra csökkentését, ennek a hatásait megvizsgálták. Ez most így mehet. A baromfi hús és esetleg más élelmiszerek, alapvető élelmiszerek áfa csökkentése is következhet, de nyilván hatástanulmányokat kell végezni, jól körbe kell járni ezt a dolgot. Valószínűleg sor fog kerülni a következő 2 évben további csökkentésekre. Ez már biztos, hogy januártól ez így lesz, január 1-től a sertéshús áfája 5% lesz. És ahogy az előbb mondtam, nyilván az minden ilyen döntést komolyan elő kell készíteni, és hogyha nagyon korrektek akarunk lenni, akkor természetesen azt is el kell mondanunk, hogy milyen számokkal kalkuláltak a minisztériumokban, amikor ezeket az adócsökkentéseket végül is úgy döntöttek, hogy jövőre meglépik. Mert hát ehhez a másik oldalon teljesíteni kell a gazdaságnak is természetesen. 2,5%-os gazdasági növekedéssel számoltak, az infláció olyan 1,8-2% körüli lesz az ő elképzeléseik, illetve az előrejelzések szerint. Az államháztartási hiány 2%-os szinten marad, és hát az euró árfolyam az 308, tehát ezzel kalkuláltak. Ugye ebből azért érezhető, hogy nyilván bizonyos feltételeket teljesítenie kell a gazdaságnak, illetve a nemzetközi körülményeknek is, de minden esetre ezek a számok azt mutatják, hogy azért nem túl optimista. Ez egy teljesen reális becslés, hiszen az elmúlt években a gazdaság jól teljesít, egyre jobban teljesít, és egyébként a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 100 milliárd forint állhat rendelkezésre, és természetesen lesz egy országvédelmi alap is. Tehát így ezeket összefoglalva mondhatjuk, hogy nem veszélyeztetik ezek az intézkedések a gazdasági pénzügyi stabilitását az országnak.